A likvid személyiség útján. A modern ember személyiségének legnagyobb válságát éli napjainkban. A személyiség, amely létünk gerincoszlopa, egyéniségünk meghatározója, érzelmeink és döntéseink befolyásolója, alantas és rejtőzködő támadások célpontja. Nem csupán egy irányból érkezik a támadás, hanem többrétű és szisztematikus. A vallási és nemzeti identitás, legalábbis, ha még marad belőle valami, napjainkban szigorúan a privát szféra zárt világába szorult. A gender ideológia divat hullámával felismerhetetlené teszi és összemossa a nemi különbségeket. A nő és a férfi, anyák és apák állandó konfliktusban vannak belső ösztönös vágyaikkal és a külvilág által diktált kizárólagosan materialista, hatalom és pénzorientált elvárásokkal. Mindez szinte véglegesen megkoronázza az internet elbűvölő világa. A határtalan szabadság birodalmában felelősségtől és következményektől felmentve végre a földi paradicsom világában találja magát a felhasználó. De valóban szabadok, vagy csupán a szabadság illúziójának láthatatlan hálójában vergődnek a digitális paradicsom lakói? Elengedhetetlen a többirányú, tudományos vizsgálódás és a kritikus szemlélet, hogy nehogy véglegesen lekötözve találja magát a modern technológiától elbűvölt áldozat. Természetesen ezáltal nem démonizálni vagy visszautasítani szeretnénk az internetet, csupán tudatos, kritikus szemléletre és felhasználásra nevelni. A Vatikán már évek óta számos tudományos konferencia keretében szociológusok, pszichológusok, neurológusok, teológusok kutató munkáját gyűjti össze, hogy hiteles képet kaphasson az internet által erősen kalauzolt modern emberről. Nem csupán a különböző vatikáni dikasztériumok, hanem maga a Pápai Tudományos Akadémia is egy rendkívüli kétnapos nemzetközi konferencia keretében elmélkedik a mesterséges intelligencia hatalmáról és korlátairól. A téma egyik kiemelkedő szakértője Tonino Cantemi, pszichológus, a római Pápai Gergely Egyetem professzora. Az emberi lélek kutatója az identitás teljes feloldódásának veszélyére figyelmeztet. Ennek ideális közege pontosan a virtuális kontinens. De hogyan is történik mindez, és kiket veszélyeztet leginkább az identitásvesztés? Nos, a kutató pszichológus lépésről lépésre felfejti az internet által kínált hamis szabadság zsákutcáit. A világháló terjeszkedik, rabulejt, lelkesít és pezsgő izgalomba hoz. Mindez azonban nem más, mint végtelen és határtalan labirintusok útvesztője, egy magára hagyott anarchikus világ, vagy a professzor. És valóban virtuális otthonunkban, az anonimátus köntösében, személyiségcseréken keresztül minden pillanatok alatt könnyedén megtörténhet. A feszélyeztető társadalmi különbségek varázslatos módon a homályba vesznek, akár párhuzamos érzelmi szálak is nyugodtan virágozhatnak. A kiszámíthatatlan és anarchikus szabadság azonban könnyedén a végső rabság, a függőség csapdájába is sodorhatja az álmodozót. A személyiségcserék következménye az identitás lassú feloldódása. A szájbervilág lakosa ugyanis lassan elveszti valódi személyiségét, és húsvér valós kapcsolatai a minimálisra, míg nem a nullára redukálódnak. Ez a valódi veszély, az izoláció, a valóságtól való eltávolodás. Emberi kapcsolatok hiányában a személyiség, az énkép megsérül, amelyet a kutató pszichológus antropológiai mutációnak nevez. Az emberiség evolúciójának furcsa fázisához érkeztünk, ahol a technológia egyre humánusabb, míg az ember egyre kiüresedettebb lesz. Azt is mondhatnánk, hogy az emberi kapcsolatok válságának korát éljük. De miért is cseréltük el oly könnyű szívvel emberi kapcsolataink? Kötöttségek és felelősség nélküli, könnyedén alakított és épp olyan lelki felszínességgel lezárt rövidtávú, felcsillanó és törékeny tartalom és valódi érzelmek, tétek nélküli kapcsolatokra. Ez azt is jelenti, hogy a harmadik évezred embere nem vágyakozik jövőbeli, hosszú távú kapcsolatokra, hanem kizárólag a pillanatnak él. Narcisztikus öncsillogásban, az itt és a most érzelmi hevületében azonnal kiég. A likvid identitás, a likvid szülők egy új likvid generáció megteremtői,
ahol nincsenek értékek, kritériumok, célok és elvárások, hanem minden feloldódik, különösen az emberi kapcsolatok. Mindenüket odadobják a szabadság és a felhőtlen boldogság reményében. De boldognak látjuk a harmadik évezred emberét, vagy a lelki betegségek, az elzárkózás, a szenvedélybetegségek áldozata. Valami valóban nem stimmel, mondhatnánk. Hamis boldogság eszményét kergetjük már évtizedek óta. A jólétről folytatott kutatások ugyanis kimutatták, hogy a boldogság és jólét nem egyenesen arányos a lehetőségek és választások végtelenségével. A valódi boldogság kulcsa, ha kritériumokkal választunk, ha értékrendszer mentén döntünk. Ez jövőbeli terveket, önálló elképzeléseket és stabil, kifort énképet feltételez. És éppen itt a csapda, hogy ne legyenek sem értékei, sem célja, sem hovatartozása, de különösképpen hite a modern polgárnak. Csak így lehet könnyed informálható, vak, engedelmes eleme a láthatatlanul épülő világdiktatúrának.